Jó idén futnak eddig a Fehérvár Rögbi Klub csapatai az idei szezonban, hogy más nem mondjunk, a tavalyi bajnokságban ezüstérmes női együttes torony magasan áll a tabella élén. Rendszerint nagy különbséggel verve aktuális ellenfelét, még a címvédő Battát is. Jelen pillanatban nagyon nagy a fölénye a Fehérvár Rögbi Klub női csapatának. Egy ilyen kuparendszerben játszuk a női bajnokságot, és gyakorlatilag egy helyosztóval zárunk, hát a második helyezett battai buldogokat, akik gyakorlatilag a bajnokságot megnyerték tavaly, őket ilyen 30 ponttal szoktuk megverni. A férfi kadett és felnőtt csapat is vezeti saját küzdelem sorozatát. Utóbbi az MB2-t, és bár meg lenne a lehetőség, hogy az első osztályban induljanak, mivel a keret nagy része junior korú, idén még nem vállalta ezt az FRC. A csapat sikereinek titka az úgynevezett fehérvári módszer. Ez körülbelül egy szekérderékre való tankönyv a TFN, de ennek van egy speciális módszer, hogy hogyan készítünk fő, hogyan hozunk formába. Ez az, amit jobban csinálnak a fehérváron itt és minden egyes gyerekkel, mivel hogy megvan a létesítményünk, bár még a pálya sajnos nem a miénk, de van egy klubházunk, ahol szó szerint nem csak edzések folynak, hanem képzések folynak. Tehát a képzés az azt jelenti gyakorlatilag, hogy konkrét eredményt is mondjak, hogy öt fehérvári játékos került három éven belül a bírói testületbe. Ez sehol máshonnan nem történt, sajnos így. Az Efercia kiváló eredmények szállítása mellett a versenyrendezésből is kiveszi a részét évről évre, nincs ez másképp most sem. Novemberben egy megyei kupát, decemberben pedig utánpótlástornát rendeznek Székesfehérváron.